A helyesírás társadalmi követelmény a társadalmi elfogadottság egyik mércéje, amelynek hiánya megbélyegzéshez és frusztrációhoz vezethet, hangzott el az előadáson. A helyesírás nem könnyű, sokan tartanak tőle, és kevesen művelik helyesen. 2015-ben jelent meg a 12. helyesírási szabályzat. Előzőleg 1984-ben. Eltelt több mint 30 év. Szükséges volt a, szükség volt a változtatásokra. Ez a szabályzat apróbb, kisebb változtatásokat végzett az előzőhöz képest. Az igazán változtatás még az 1950-es, illetve az 54-es szabályzatban történt. Ahhoz, hogy valaki jól ismerje a helyes szabályokat, jó nyelvérzékre van szüksége, sokat kell olvasnia, emellett léteznek különféle feladatok, amelyek segítségével gyakorolni is tud. Véli Doktor Csénad Lajos. A 12. kiadásban azért volt szükség a kisebb változtatásokra, mert a magyar, mint mindegyik más nyelv is folyamatosan változik. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon kevés változás van. Vannak, amelyek úgy egyértelmű, hogy igen, ez így észszerűbb, ahogy megváltoztatták pont ebben az észszerű szóban is. Én nekem logikusabb, hogy két külön ez betűt használunk most már, de vannak olyanok, amik teljesen ellentmondásosak, és nem értem, hogy miért kellett azt megváltoztatni, és tudom, hogy elég sok lázadás is történt ezzel kapcsolatban. Én jó helyes írónak tartom magam, és elmondanám azt, hogy szerintem nekem úgy beégett az, hogy egy szó alak hogy néz ki, a Kontakt Zóna rendezvény keretében dr. N. Császi Ildikó, a Maribori Magyar Tanszék lektora is előadást tartott.